Reméljük, hogy sokan így edzenek, és nem vaddisznók elől kell futni, mert hogy közben kijöttünk a természetbe. Hát az is egy TRX edzés, de ezt nem kívánjuk senkinek. Szóval vendégünk Csári Ferenc, ugye, aki vadász-erdész, és e tekintetben beszélünk Ferenccel, hogy mennyire valós helyzet és veszély, hogy szimplán sétálunk, futunk, vagy ki tudja, hogy éppen milyen tevékenységet űzünk a Balaton mellett, jöhet egy vaddisznó velünk szemben. Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Igen, hát ez sajnos egyre gyakori probléma itt a balatoni településeken, különösen itt a Badacsony-Toma és Zánk közti térség igencsak vaddisznóval fertőzött, úgy mondjam, és hát erre föl kell készülni most már lassan, hogy a kérdés. Miért kedvelik ezt a területet? Nyilván fejlesztések vannak, az úthálózat is javul, nagyobb a bicikliút, talán ők is érzik ezt? Nem hinném, hogy a bicikliútat értékelik elsősorban. De miért merészkednek ki? Mert mondjuk a kérdés jogos, nem az a baj, ha az erdőben vannak, hanem hogyha mi is találkozunk velük. Igen, hát ugye a vadállatnak az élőhely az erdő. Mindenki így gondolja, és is kellene lennie. Azért itt a balatonparti településeknek vannak specialitásai, például az, hogy télen nagyon kevés lakos van itt. A balatonparti nádasok kiváló élőhely a vaddisznó számára. Nagyon sokan tartanak gyümölcsfát, ami lehújtja a termését. Tehát igazából az élelmet, vizet, búvóhelyet megtalálja a vaddisznó a belterületen is most már. Mit tegyünk, ha látunk egy vaddisznót? Nyilván, hello, tehát nem így, hanem hogy milyen reakciónk legyen arra, ha éppen találkozunk egy vaddisznóval. Az illedelmes köszönés egyébként mindig működik. Gyors futás az nem engem futás igen. Közben értem múltkor, épp szerettem volna, hogy valós, és megtörtént esetet dolgozunk most fel, legalábbis én, hogy itt futottam Révfülöpen a bicikli úton, és láttam, hogy balról a sineken átlépkedve elindult a bicikli út irányába. A gyors hátraarc? Hát vagy ilyenkor az van ilyenkor, ugye már Ferencet kérjük, hogy mondja, hogy mit kell tenni, de hát én azt tettem, amit éppen akkor gondoltam. Egyrészt majdnem. Nagyon megijedtem, és beugrottam tényleg egy bokorba, a bokor mögé, és elindultam az út irányába, ahol az autók voltak. Pont akkor persze nem jött autó, hát ha az elriasztja. Mennyire lehet ilyenkor józanul gondolkodni, ha veszély van, vészhelyzet? Az állatok, és ugye a vaddisznó is megérzi azért, hogyha valaki fél tőle. Ugye a kutyánál is szokták mondani, ne fussunk előle, lehetőleg a félelmet nem mutassuk ki. Tehát nyugodtan, minél inkább nyugodtnak kell maradni, elkerülni az állatot. Erőfölényben van a vaddisznó, tehát ez egy 50 kiló fölötti állatról beszélünk általában, ami elérhet akár egy 200 kilós testtömeget is, tehát ne inzultáljuk, főleg, hogy a kutyával vagyunk, kutyát sétáltatunk, próbáljunk szépen elvonulni a háttérbe, elkerülni. Én azt hallottam, hogy akkor támad igazán, vagy akkor veszélyes, amikor kicsinyei vannak. Tehát, hogy egyébként neki nem célja emberre támadni, de ez mennyire valós ez a veszélyhelyzet? Nem, emberre nem fog támadni magától a vaddisznó. A vaddisznó akkor fogja megtámadni az embert, hogyha a kicsinyét védi, vagy esetleg beszorítják. Tehát, hogyha úgy érzi, hogy mondjuk a mozgással, amivel találkozik, egy szorult helyzetbe kerül, akkor keresztül fog menni az emberen is, de azért ez nem jellemző, tehát szerencsére még idáig emberi sérülés nem történt. Van-e olyan, hogy vaddisznó forró drót? Tehát, hogyha látunk egy vaddisznót, adott esetben ezt érdemesen kell-e jelentenünk, és ha igen, akkor kinek? Hát a belterületen lévő vaddisznó az egy anomália, tehát az nekem nem kéne lennie. Tehát ugye a külterületeken a vadászok vadgazdálkodást folytatnak, normálisan egy szinten tartott állomány van, ami azért annyi amennyi, hogy legyen élőlény ugye az erdőben, tehát ugye a vaddisznót élvezhessük, mint a természet része, de ne legyen több, mint amire szükség van ott, illetve amit elvisel a természeti környezet. És a belterületen ez a szám, ez nulla kéne, hogy legyen. Ennél magasabb. Hát konkrétan itt a Révfülöpen egy üdülőben pár éve 30 fölötti vaddisznót fogtunk be befogóval. Most ugyanabban az üdülőben? Mert azért ott akkor valami abban gyakus. Az üdülőben, igen, amelyikben épp a stáb lakik. Tehát ott, ahol mi lakunk? Egyáltalán nem nyugtattál, mert még csak június van, tehát hívhatunk volna augusztusban is addig. Én akkor kaptam a Ferenctől több SMS-t, hogy finom volt a vacsora, és hogy te ilyenkor mi van az elejtett vaddal, ha esetleg elejthetjük-e? Igen, tehát a jogi szabályozás nagyon furcsa. Nem vagyunk fölkészülve jogilag arra a helyzetre, hogy belterületen nagy számú vad él. Tehát ugye kutyák, háziállatok esetében a gyepmestői szolgálat az, ami ezt a feladatot ellátja, ilyen szolgálat nincsen. Vadászoktól várják a megoldást, nem ejthetjük el. Tehát orvadászat, állatkínzás és egyéb bűncselekményekbe esik az, aki a saját birtokát meg akarja védeni. Ezt mindenképpen rendezni kell azért ezt a helyzetet, hogy a gyakorlatilag egy rabló ellen több védekezési lehetőségem van lassan, mint a vetélkedő vaddisznó ellen. De hogyan védekezhetnek azok, akiknek mondjuk nyaralójuk van, esetleg házat bérelnek? Nyilván a kerítés az egyik első ötlet, ami szóba jöhet. Át is gázol a vaddisznó. Egy átlagos kerítés nem véd meg a vaddisznótól, tehát speciális erősítést szoktunk ilyenkor javasolni a kerítések aljára.
Illetve hát ami Rayfölöpöt különösen sújtja, hogy az utóbbi egy évben a külterületeken nincsen megfelelő vadgazdálkodás, sajnos egy vadászati váltás volt, ami miatt itt még nem alakult ki az a helyzet, az a tapasztalat az új vadászati jogosultban, amire esetleg itt szükség lenne. Melyik napszaka kiemelten veszélyes vaddisznókkal való találkozás esetén? Mikor kóricálnak, mikor sikálnak? Elvileg ugye a vaddisznó éjszaka mozog, de egyre jobban látjuk azt, hogy ahogy hozzászokik az emberhez, napközben is találkozunk vaddisznókkal, világosan is többször észleltek már vaddisznót. Folyamatosan töltjük ezeket fel a kis Facebook oldalunkra, és hát aki azt megnézi, rengeteg videót talál akár itt Rayfülöpön. Jó, hát azt mondjuk, hogy nagyon veszélyes a vaddisznó selfie, jó? Tehát vaddisznóval ne szelfizzünk, mert lehet, hogy az utolsó képet készítjük fel. Ferenc, nem nyugtattál meg. Főleg, hogy ott laknak, ahol mi. Hát próbálunk tenni ellene, tehát nyilván amennyire tudjuk itt szakemberként, helyi szakemberként segítjük az önkormányzatokat. Ugye általában a károsultak, vagy hát aki megijed a vaddisznót, először az önkormányzathoz fordul, aztán a vadászokhoz fordul. Nyilván mi próbálunk segíteni, tehát a helyi vadászok próbálnak ebbe segíteni. Most is helyeztünk egy vadbefogó táblám hegyen a Velazsó polgármester úrnak a kérésére. Reméljük, hogy ezek érünk el eredményt. Ugye a legtöbb sikert a mai adásban nektek kívánom szívből, és őszintén én fel is izgattam magam, hogy nyugodjunk meg egy New Level Empire számmal.